Egy... Lufi. Igen. Féklámpa is ledes. Ez is ledes, tolatólámpa is. Nagyon sok minden az autón AliExpress-es. Sziasztok! Bita Patrik vagyok, elhoztam nektek a Nissan Leaf-emet, elhoztam nektek a 2017-es Nissan Micra-mat, ilyen gyönyörű fekete színben, sárga elemekkel. Amit az autóról tudni kell, az nagyjából az, hogy egy 17-es autó, igazából kis motor van benne, tehát az autó mérgesebben néz ki, mint ami valójában. Egy 3 hengeres 0.9-es motor van, tehát 1 liter alatti, ami igen, elég durva egyébként így kimondva. 90 lóerő, turbós, azt hiszem olyan 120 Nm van benne, de igazából, tehát ennek az autónak nem ez a lényege. Én ezt, voltam olyan szerencsés, hogy én ezt első autónak kaptam. És hát így az évek során, 18 éves koromban kaptam meg az autót, és akkor így az évek során így mindig valami kis valamit rátettem az autóra. Tehát, hogy végül is kiemeljem megint, tehát ez nem egy erőgép ez a kocsi, ez tényleg nem arról szól, hogy akkor most 0-100-at megyünk. Elég sok minden került rá, nagyon sok apró dolog, ami szerintem egy ilyen egész mutatós összképet ad az autónak. Igazából az első dolog, amihez így nagyjából hozzányúltam, az a belső része volt a kocsinak. Az annó kezdtem egy lábtérvilágítással, ezzel a szivargyújtós bolondsággal. Szivargyújtós bolondsággal, viszont azok már rég kikerültek. A belter eléggé át lett alakítva. Azóta az ilyen egyszerű lábtérvilágítás kilecserélve egy kicsit komolyabb ilyen ambiente világításra, rendesen LED szalagok mindenhol beépítve, szépen, nem lóg sehol semmilyen kábel. Ajtóban rendesen bele lettek rakva a LED szalagok. Láttérvilágítás, tehát ide most nem nagyon lehet látni, de sötétben a padlóra is levilágít. Nekem ez az egyik kedvencem, amit csináltam az autóval. Tehát éjszaka nagyon-nagyon jó vele menni, mert egy tök jó hangulat van bent. Mindig ezzel szoktam viccelődni, hogy kicsit ilyen S-osztály hangulat, de az kicsit más kaliber, de nem baj, nekem ez az S-osztály. Lehet látni ugye, hogy nem egy hagyományos fejegység van benne. Egy ilyen okos téma, gyakorlatilag egy Android tablet lett berakva. CarPlay minden tud, tök jó lehet, most is egy YouTube videó megy rajta. Emellett egy-két helyen ugye ilyen karbonwrappet kapott az autó, illetve a másik kedvencem az Alcantara kormány, amit a két kis kezemmel vartam fel. Ez egy macerásabb dolog volt. Hát képzeljétek, ezt így felvarni azért egy pár óra volt. Megfájt benne a hátam, úgyhogy... De szerintem nagyon megértem, mert sokkal jobb, mint a gyári egyébként. Helyben vartad föl? Nem vettem le a kormányt, ezt így beültem az első ülésre egy gyönyörű téli napon, és akkor elkezdtem varni. Kormány mellett még itt lehet látni ezt a piros gombot, ezt a csodát. Ez egy szelep a kipufogóba. A kipufogó gyakorlatilag bele lett rakva egy elektromos szelep, amit ki lehet nyitni. És akkor kicsit ilyen öblösebb, a kis 3 hengernek van egy ilyen kis öblösebb rallis hangja, az tök jó szerintem. Ad egy kis érzetet, igaz, hogy nem olyan erős autó, de szerintem nagyon tök jó élmény vezetni. Vannak rajta, ha kicsit kijövünk az autóból a külsőre, lehet látni, hogy Michelin gumik vannak rajta, ez a matrica nem egy Linglong gumi van rajta, hanem ez egy tényleg amúgy egy Pilot Sport 5-ös gumi, ez nem olyan rég került fel. Hát, igyekeztem letakarítani rendesen, de azóta megint bekoszolódott egy kicsit. Nagyon-nagyon jó a gumi, könnyű az autó, ugye 90 óra, de 1 tonna alatt van, tehát amúgy tehát kanyarokban azért meglepődnek, hogyha így megyek valakivel, akkor ez egy kicsi meglepetés, hogy mennyire betapadunk.
Van itt hátul egy-két matrica, a főső ez a Speed Hunters-ös, ez ugye nem tudom, hogy ha aki ismeri, az tudja, hogy elég igényes ilyen autós tartalmat csinálnak. Nagyon tetszik, amit csinálnak, ezért került fel, meg szerintem tök jól néz ki. Illetve ez csak egy ilyen kis aranyos low and slow, ugye, mivel tudjuk, hogy az autó nem egy vadállat, tehát nem egy gyors gép, szerintem egészen jól illik ide, meg ez is tetszett. Fejemben volt egyébként, hogy leültessem, de ugye magyar utakon vagyunk még mindig, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire lenne jó. Egyébként jó lenne, mert még mindig befér ide a cipőm. Jó lenne, hogyha le lenne ültetve, de az egy talán a jövőbe, majd egyébként ez egy következő projekt. Lehet elviszem padra csippelni. Nem lehet sokat kihozni már belőle, azt hiszem. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi? Hát, hogy olyan plusz, hát azt írták, hogy biztonságosan, mert azért fontos, hogy ne legyen nagyon megfújva, meg ne legyen úgy belenyúlva, hogy ne menjen el még nem tudom 100.000 kilométer gond nélkül. Tehát egy olyan biztonságosan, egy olyan 15 lóerő és mondjuk 20-30 Nm nyomaték. Sötétített az ablak hátul, nem lesz annyira, ide most ne nézzetek be, meg kupi van, amit készültem. Hát világít, de ez sötétbe látszik. Ez így nem olyan... Úristen, itt maradt egy kis kosz, Jézusom. És nem szóltál. Igen, ez egyébként a Speed Hunters japánó. Ez már régóta fönn van, csak azóta felkerült nagyba is. Ez ugyanaz, csak az japánó. Szerintem úgy illik a kis japán flashhez az a kis matrica. A Michelin gumik, amiről beszéltem, azok 17-esek, Sparco Assetto Gara Felniken vannak, matt feketében, sajnos nagyon szép fékporos, mert még kicsit koszos maradt, ezt elnézést. Kijebb vannak, mint a gyári, kicsit agresszívabb, nem tudom, felépítése legyen az autónak. Itt még, amíg itt vagyunk oldalt, ugye itt oldalt lehet látni ezt a kis izét, karbon légterelő elemet. Nem akarok senkit átvenni, ez nem igazi karbon, őket így lehet venni külön, és úgy lett fölragasztva, nem akartam felfúrni, tehát ragasztva van. Mindegyik ilyen karbon elem az ugyanaz a minta, hogy egységes legyen. Ugyanez a karbon van elől is, ez a karbon, hát hogy front splitter, illetve ezek a carbon vortex generátorok, nem is tudom pontosan, hogy hívják, vagy aero valami. Ezek is nem olyan rég kerültek fel. Szerintem így sokkal agresszívabb az autó. Itt lekarbonfóliáztam, ez egy chrome elem volt. Hát sajnos itt volt egy picit lehet látni, ott mellé vágtam, de szerintem nem nagyon lehet látni. Ez alatt van a Nissan logó egyébként, azt nem azért akartam le, mert szégyellem, hanem azért, mert egy ilyen üveglap van itt, és itt egy picit buborékos lett a teteje, aztán az annyira nem tetszett. Elő még mi került fel? Hát nagyon sok apróság van az egyébként az autóm, tehát többek között ez egy német plexiklik a rendszámtáblatartó, nem akartam ilyen bugyut a, nem tudom, Nissan, nem tudom, Centrum most keretet, meg ilyen Carbon Express, ilyen krómozott halálfejes, vagy nem tudom, tehát minél letisztultabb legyen. Nagyjából egyébként az autón ez a mentalitás, vagy ez a gondolatmenet, hogy tehát agresszív legyen, de ugyanakkor ne, tehát nem ne ez a bugyuta, ne ilyen nagyon kitűnünk, hanem úgy legyen egybe az autó. Ez egy OMP-s vonószem. Nagyon sok helyen láttam, hogy úgy csinálják, hogy ez gyakorlatilag így felgyors kötözőzik a rácsra, meg két oldalú ragasztóval felragasztják így ide, de én attól herótot kapok, tehát hogyha valami rajta van az autón, akkor az egyen rajta rendesen, tehát ez tényleg a vonópont, tehát itt 2 tonnát, tehát itt rendesen el lehet húzni az autót vele. Nem azért raktam rá, mert nagyon menni fog pályára vele, meg Úristen, hogy annyit kell vontatni. Szóval ez csak azért, nagyjából minden azért van rajta, mert nekem tetszett, szerintem sportos, kicsit ne az az átlagos, tudod, így beleülünk és ilyen unalmas autó. Mindig minden tetszett. Került még ide egy ilyen matrica, ugye gyerekkoromban iszonyat sokat játszottam ezzel a játékkal. Amúgy is talán egy GT3-as Porsche-n láttam, nem tudom milyen versenyen, DTM versenyen, hogy ilyen volt rajta, nagyon megtetszett, aztán ide felkerült ez is. Az autón egyébként egy darab gyári izzó nincsen. Hát, hogy még gyakorlatilag mindenki lecserélve rajta.
Szerintem a nagyon hülyén nézett ki, illetve nem tetszett, hogy ha bekapcsolom a helyzetjelzőt, akkor ugye ez hidegfényű. Gyárilag melegfényű halogén izzók vannak benne, most felkapcsolom a lámpát, akkor ugye már ez is hidegfényű. Nagyon, nagyon, nagyon erős a refim. Nézd, villogót bekapcsolom, és szerintem ez, ez a nagyon, ez, az index az nagyon-nagyon jó. Nem baj, hogyha nagyon erős, mert szeretem, ha látják. Tehát van még, ezt régebben raktam be. Lámpa van. Is ledes? Igen, az is ledes. Az ilyen kicsit ilyen, ilyen lencsés csomaszt is. Nagyjából így néz ki, sötétben jó. Van itt elő még futóindex is egyébként, de az már régebbi darab. Tükörbe is ledes indexek, az mondjuk gyárilag, és akkor hátul is féklámpa is ledes. Ez is ledes, tolatólámpa is ledes. Hal is izzók egyébként. Próbáltam úgy összeválogatni őket, hogy tehát nem a legolcsóbb legyen, mert mégis az autóban van, nehogy kigyulladjon, vagy valami, Isten se tudja, mi baja van. Az index az pár ezer forint, azt hiszem darabja 2000 forint volt az indexeknek. A tolatólámpát azt, ez egy picit drágább, ez azt hiszem 8000 forint volt párja. Szóval nem a legolcsóbbat raktam bele, mindent meg lehet találni AliExpressen. Nagyon sok minden az autón AliExpresses, de ha tudatosan válogatod össze őket, és nem a legolcsóbbat, leggagyibbat veszed, akkor szerintem nagyon jó dolgokat lehet onnan venni. Hát szerintem tök igényesen össze lett rakva az autó, ez volt a fő célom. Ő is egy karbon spoiler, ő utólag került rá az autóra, mint ugye minden többi ilyen karbonos elem. Szerintem ez a mikra, pláne ez a narancssárga, fekete téma, ugye ez, azt nem mondtam el, de ugye ez a gyári dolgok az autón, az nagyjából az ilyen sárga matrica, itt a tetőn, meg ugye körben, ez is. Meg ezek a sárga elemek körbe. Tehát ez volt gyárilag, plusz ugye oda bent a, tehát ez a bőrberakás, ez a sárga bőrberakás az ülések, tehát azok voltak a gyáriak, gyári dolgok, mindenféle mást azt én csináltam. Nem mondanám azt, hogy gyakori, sőt, inkább azt mondom, hogy ritka, tehát nem sokat látok ebből. És nincs is akkora közössége ennek egyébként, hogy lehessen ilyen külön alkatrészeket erre az autóra venni, ezért gyakorlatilag minden ilyen kicsit ilyen univerzális rajta, amiket úgy lehetett megvenni, hogy akár AliExpressen, hogy tényleg ez az univerzális, bármilyen autóra rámegy, és nagyon sok ilyen is, többek között a hátsó szárny is egyébként, az is ilyen. Kicsit ilyen, nagyon tetszett az A45-esnek ez az aero kitje, ahol ott is ilyen hasonlóan lejön a szárny. Ezt is én csináltam. Ez gyakorlatilag bárki meg tudja csinálni egyébként, akinek van egy emelője, meg le tud szedni egy kereket. Szerintem nagyon jó volt, hát ilyen, az ilyen tipikus ilyen semmi fém, ilyen se színű fém volt ugye a fék ezen is. Ilyen tizen pár ezer forintos dolog, és kifejezetten erre van, tehát féknyerek festék, ez a két komponensű, hőálló, és az, hogy ilyen nagyon UV-s legyen, ugye volt egy ilyen fehér alapréteg rajta, és akkor ez a sárga rá. Kicsit világosabb egyébként, mint az autón a színek, de szerintem tök jól mutat. Egy fájó pont még egyébként, hogy hátul dobfék van az autón, ez nem én vagyok, ez ilyen. Akartam mondani, hogy tehát az, hogy valaki megy, és a dobfék ilyen rikító, piros, meg nem tudom, tehát ez is ilyen seszínű fém volt, sőt, még szerintem kicsit rozsdás is, mondjuk most koszos, de mindegy, a lényeg, hogy nálam ez nem játszott, hogy akkor minden rikító sárga, hanem az szépen világítson, ez meg matfeketén tűnjön el, nem kell senkinek látnia, tehát ott van, jó van, de nem ez a rikító sárga festék, ez maradjon csak elől. Szokás szerint most is lekérdeztem a kommentjétek közül egy rendszámot, LCJ kezdetű rendszámot, illetve az ehhez tartozó autónak az előéletét, és már is mutatom nektek. Előtte azért megjegyezném, hogy nyomassátok kommentbe a rendszámokat, alvásszámokat, hogyha szeretnétek lekérdeztetni velem egy autót teljesen ingyen a kávétkel segítségével. Van a Darkfly kuponkód, hogyha nagyon sürgősen szeretnétek egy autónak az előéletéhez jutni, akkor 20 000 kedvezménye ezt megtehetitek. Már látjátok is mellettem itt a jelentést, egy kiáról van szó. Ha picit lejjebb tekerünk, akkor a sérülés sajnos az már látszik. Nem is kevés helyen, látjátok, hogy szét van pöttyözve az autó. 2016-ban 200-600 000 forint értékben sérült az autó, ami egyébként nem tűnik nagynak, de bal első ajtó,
első lökhárító, jobb első ajtó, jobb hátsó lökhárító és tetőszerkezet. És ez egy gyönyörű példa arra, hogy Magyarországon egy ilyen kicsi összegbe 2016-ban mennyi minden elemnek a javítása belefér. Én arra tudnék tippelni, hogy itt nem volt elemcsere vagy ilyesmi, hanem csak egyszerűen nagyon sok fényezés. Úgyhogy a sérülés az ennyi, a kilométer óra állás az pedig tök jól van vezetve, szerencsére nincs tekerve. Nemrég volt 2021. 7. hóban 287 ezer kilométer az autóba, ugye itt vannak még a képek róla szépen, ez nem is kombi, hirtelen azt hittem szépen itt végig közben műszaki képek. Ami még kimaradt, ugye az alapadatok, illetve az idővonal, ahol szépen végig lehet követni regisztrációkat, műszaki, ugye itt a sérülések, és ha jól látom, akkor ez végig magyar volt. Kommenteket ne felejtsétek, és haladjunk is tovább a videóval. A bent, amiről nem beszéltem, ugye került ide be, ha bejövünk, akkor egy ilyen kis műszer, amit elvileg mindjárt bekapcsol magát, de megsürgetjük egy kicsit. Egy... Luffy. Igen, Luffy. Luffy XF Revolution egyébként a hivatalos neve. Ő egy OBD-s turbónyomás, vízhőmérséklet, fordulatszám, itt villog, hogyha el kell váltani, tehát gyakorlatilag itt elég, nagyon sok mindent, tehát minden adatot ki tud olvasni az OBD portról, ez ugye azt hiszem nem is tudom, 2015 után minden autóba kötelezően benne van, vagy a lényeg az, hogy ilyen EU-s szabály, hogy gyakorlatilag már minden autóban ez benne van. Nem akartam túl bonyolítani, hogy csövek a turbóból, meg annyira nem is értek ez, mindent én akarok megcsinálni. Tehát nem vittem volna a szervizbe, hogy akkor egy turbó nyomás vezetéket behúzzanak. De ez egy nagyon jó megoldás, szerintem csak bedugod az OBD-be, szépen elvezeted a kábelt, és akkor csókolom van egy gyakorlatilag bármilyen adatot ki tud mutatni. Ez is egy ilyen kis aranyos, itt van a kis hasbulla, illatosító, aki tudja, az tudja. Amit itt a motortérben megmutatok. 0.9 nagyon harap turbós motor. Le lett takarítva egy pár hónapja, de anyestek azóta összesarazták sajnos. Itt volt egy sportlégszűrő, de azt kivettem, mert jobb a gyári itt a nagy melegben, hogy ne szívja innen a tűzforró levegőt. Azt inkább innen a gyári helyről szívja, az mégiscsak jobb. Ez még egy, még amit én raktam be, ez egy lefújószelep ugye a turbóhoz. Szóval tök jó hangja van egyébként, rendesen tűzszög a kis autó. Itt van még ez a kipufogó szelepnek a vezérlőegysége. Itt igazából nem sok minden történt. Ledes izzók, vezérlő, meg pár dolog. Biztos valamit kihagyok. Ja, ez is új, ez a hekós ugye, légterelő. Ez nem egy nagy dolog, de szeretek lehúzott ablakkal menni. Aztán csak fölraktam. Szerintem egyébként tök jól beleillik az autóba. Elsőben is tök jól lehet menni vele. Semmi. Nem egy nagy dolog, de gondoltam említést azért megér. Nullaszel valahol 10 környékén van. 150-160-as tempót kényelmesen tartja, tehát amúgy nagyon stabil az autó, még ilyen 170 környékén veszti el egyébként az erejét, ott már nem akar tovább menni, de nem is nyüstölöm nagyon. Igazából szerintem csak ennyit érdemes elmondani erről a 0-100 dologról, hogy kb. Ennyi. Amúgy meg tök jó hangja van. Tök jó hangja van, és lehet vele a kanyaróba királykodni, mert amúgy jól betapad, meg tényleg nagyon-nagyon jók ezek a gumik rajta, meg amúgy általában az úttartása az autónak szerintem tök jó. Autóban 75 ezer kilométer van, ezt ebből 60 ezeret én raktam bele. Nagyon vigyázok rá, egyszer nem volt semmi baleset vele, itt ha hazudok, egyszer valaki belém jött, de az nem az én hibám, tehát én nagyon vigyázok rá. Megtisztelem az autót, ha babusgatom, kötelezően 10 000-enként olajcsere, tehát hogy ilyen. Hát szerintem, ha az ember szereti így az autóját, és kicsit ez a, így általában ezt az autós dolgot így nagyon szereti, akkor a saját autóját nagyon megtiszteli, és figyel rá. Ez vagyok én szeretem ezt az autót, úgyhogy nagyjából ennyit tudok szerintem elmondani róla. Talán még azt, hogy Bose hangrendszer van benne, gyárilag, tehát ezek nem kamu matricák, nem csak úgy ráraktam, a fejtámlában is van hangszóró, tehát iszonyat jól szól, meglepően jól szól. Akartam indítani, hát lemerült az akkumulátor,
ugye, amennyit fel vagyok készülve egyébként, mert tehát amennyi a bent, a lámpák, meg a fejegység elég sokat fogyaszt, aztán most itt filmeztünk egy, nem tudom, negyed órát, aztán itt ment minden, meg a pici aksi van benne, aztán ott elemerő. Ez egy nagyon-nagyon király cucc, ezt tudom ajánlani. Na most nem az van, hogy úristen, akkor bika kábel, valaki jöjjön ide, segítsen rajtam, hanem ez csak egy gyakorlatilag egy powerbank, ami bikáz. Szóval az ennyi volt, tudom ajánlani ezt a kis kütyüt. Nagyjából így néz ki a dolog. Autópályán nem fog nekem búgni, meg nem lesz az, hogy fáj a fejem, mert gyakorlatilag így gyári hangja van, megnyomom ezt, és akkor kinyílik itt a... Aranyos. Jó pofa, szeretem. Egyébként, ha benne lenne a sportlégszűrő, akkor lehetne hallani... Amíg szívó hangja is lenne. Igen, még a szívó hangja is lenne. Volt régen benne egy másik lefújószelep, ami később fújt le, tehát kis gáznál nem fújt le olyan hamar. Kis nyomás még nem engedte el, és sportlégszűrővel tökre lehetett hallani ezt a kicsit, ezt a rallis ilyen... Ez nagyon vicces volt nagyon. Még egy ilyen apróság, ugye bent az ambient, a fények azok az ilyen applikáció, és akkor itt gyakorlatilag bármit le lehet állítani. Na, az komoly. ez már csak az ilyen cherry on top. Köszönöm, hogyha megnéztétek. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!